Köszöntöm nézőinket! A kulturális híradóban egy nemzetközi tudományos konferenciáról és egy művészeti ösztöndíjasokat bemutató programról számolunk be. Töltsék velünk a következő perceket! A szomszédos nemzetek, a határon kívüli és határon belül élő nemzetiségek sorskérdései egyre gyakrabban képezik tudományos találkozók gerincét. Az Identitás, Kultúra, Kisebbség című nemzetközi konferencián kutatók cserélték ki tapasztalataikat a kisebbségi szervezetek magyarországi képviselőivel az MTA székházában. A délelőtt egyik legérdekesebb előadása Jadranka Damjanov, Zágrábban élő egyetemi tanár összegzése volt, aki azt vizsgálta, hogy milyen véleménnyel vannak rólunk, magyarokról, és mennyire ismernek bennünket horvát szomszédaink. Ez a kutatás, ez a zágrábi középiskolások, tehát érettségiző középiskolások között volt. 150 közé érettségiző középiskolást kérdeztünk meg, mi a véleményük a magyarokról. Általában ez egy kis ilyen csapda volt, ugye, mert mindegyik felelt, 3%-on kívül mindenki felelt rá, hogy a magyarok rokonszenvesek, vagy nem rokonszenvesek, vagy tehetségesek, vagy tehetségtelenek, vagy forradalmárok, vagy elmaradottak, vagy szóval ilyen hasonló dolgokat. Ez egy csapda volt, miért? Mert hát mind belement abba, hogy adjon egy választ, egy véleményt valamiről, amit tulajdonképpen nem nagyon ismer, ugye? Ezután jött a második kérdés, az volt, hogy min alapozod a véleményemet? És akkor kisült, hogy hát vagy semmin, vagy mi baj, hogy semmin, ugye? Tehát pontosan megmutatkozik sajnos az, ami a realitás, ugye? Tehát semmin, vagy pedig akkor hát a történelmi tudáson is, ismerettségeken, amiket kötött a, nem tudom én, shoppingolva Nagykanizsán, vagy amilyen volt a pincér Budapesten, amikor az érettségi kiránduláson voltak. Tehát szóval csupa ilyen banalitáson, és amikor oda jutottunk, hogy mit ismer tulajdonképpen a magyar történelemből, vagy mit ismer a közös múltból, vagy mit ismer a magyar magas kultúrából, akkor kisült, hogy hát ugye az minimális. A 40 év feletti horvát értelmiség körében természetesen más eredmények születtek, és kiderült, hogy határainkon túl is ismerik Hamvas Bélát, Bartókot, Kodályt, vagy éppen Ligetit. A jövő generációjának oktatására, nevelésére Jadranka Damjanov asszony szerint jó lehetőség a szakmai műhelyek létrehozása Külhomban, és ezzel talán elérhető lenne, hogy Csokonai neve ne csak egy nehezen kiejthető szó legyen. A különböző kulturális és történelmi múlttal rendelkező nemzetiségek kölcsönös megismeréséért különösen sokat tehetnek a helyi szervezetek is. A megyei önkormányzat e területen számtalan lehetőséggel bír. Itt nem a finanszírozásra gondolok, mert hallottuk Doncsev Tosa úr előadásában, hogy elég tisztességesek az állami támogatási formák, nagyságrendben is, hanem abban, hogy közösségeket építsen, hogy összehozza a különböző nemzetiségeket még intenzívebb módon a megyében, hogy számtalan úton, pályán nyissunk párbeszédeket még jobban, közösen kezdeményezett akciók legyenek, hiszen az identitás finomítását a közösen elvégzett munka, a közös szabadidő eltöltése, a kulturális értékek egymásnak való bemutatása mind-mind erősítő tényezőként tudhatni. E nemes célt szolgáló rendezvény lesz például a Határon túli Magyarok Fesztiválja, amelyre közel 5000 embert várnak a Kárpát-medencéből, és az irodalom, a művészet a tánc nyelvén mesélnek magukról egymásnak. A Művészetek Háza Budapest után idén már második alkalommal ad bemutatkozási lehetőséget művészeti ösztöndíjat elnyert fiataloknak. A több héten át tartó program a művészetek különféle ágait fogja egybe. Elsőként egy fotókiállítást láthat a közönség. A kulturális kormányzat 1955-ben hozta létre elsőként a Derkovics képzőművészeti és a Kodály zenei ösztöndíjat a tehetséges fiatalok támogatására, melyeket 1987 óta újabbak követnek. Külön-külön adva lehetőséget a zene, a képző, az ipar, a fotóművészeti, illetve építészeti, tervezői tevékenységet folytató fiataloknak.
Minden művészeti ágban más időtartamra nagyjából azonos összegben, ez ilyen 50-60 ezer forintos havi támogatást jelent. Van olyan ösztöndíj, amelyet 3 évre lehet elnyerni, van olyan ösztöndíj, ami csak 1 évre, esetleg ez meghosszabbítható. Pillanatnyilag Lábadi István Pécsi József ösztöndíjasnak a kiállítása van itt a játéktermünkben, ez egész hónapban látható lesz, és a hónap folyamán ütőhangszeresek jönnek, Farkas Rúzsa cimbalomművész, az örkény ösztöndíjasokkal is fogunk találkozni, Móri Zsigmond ösztöndíjasokkal, és majd november elején a Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíjasokkal. Kedves nézőink, a kulturális híradó végén a figyelőt olvashatják. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra! Pécs TV kulturális tájékoztatója a művészet kedvelőinek.